szia, szevasz, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon! Kijöttünk ide a közeli parkból, ugyanis meg fogjuk nézni a kengurukat, megsimogatni, nem hiszem, hogy meg fogjuk őket. Azért jöttünk ide ki ebbe a parkba, ugyanis össze fogjuk hasonlítani a hamburgert a kenguruburgerrel. Nem tudom, meg akarom nektek mutatni ezeket a szép kengurukat, hogy néznek ki, és hogy kinek lenne szíve megenni őket. Nekünk lesz, ugyanis meg fogjuk próbálni és összehasonlítani a kenguruhúst a marhahússal ilyen hamburger formában. Úgyhogy nem húzzuk tovább az időt, szerintem szálljunk ki és menjünk kengurut vadászni. Itt van amúgy az egész család, itt van mögöttem a feleségem, meg a Davis és a Lucas amúgy itt van mellettem. És ez egy ilyen hatalmas nagy ilyen park, és a kenguruk itt szabadon vannak, nem csak a kenguruk, hanem a koalák is. Itt szabadon ugrálhatnak, és hogy akarod, meg tudod őket etetni. Persze, hogyha meg tudod őket etetni, ezeket a kengurukat megsimogatni nem tudod, mert elugrálnak előled. Na szervusz, nézd, itt egy kis nyuszi. Nincsen szerencsénk ezekkel a kengurukkal, amúgy akármerre nézel, mutatom neked, tudod mi van itt a földön? Kengurukaki, látod mindenfelé kengurukaki. Ott van egy ilyen repülőgép, ugyanis itt van egy ilyen kisebb repülőtér. Hol a repülő? Hol a repülő? Ott száll le valahol a távolba, oda nézzél. És le is szállt. Látod, mindenfelé kengurubogyó. Ilyen kengurukakik, látod, itt. Ott nem tudsz hova lépni, minden felé kenguruk aki van. Úgyhogy most elmegyünk haza és nekiállunk sütni. Megcsináljuk ezeket a kenguruburgerokat, a hamburgerokat és összepróbáljuk hasonlítani, hogy végülis, hogy melyik jobb. Meg kíváncsi leszek, hogy csak adok neked egy burgert, rájössz, hogy ez egy hamburger vagy egy kenguruburger. Oké. Úgyhogy simogatni nem tudjuk őket, de megenni meg tudjuk őket. Ja. Úgyhogy induljunk. Hello, szia, szevasz! Hello, szia, szevasz, mi újság? Hova mész? Sehova? Na, mi megyünk haza. Szia! Most pedig még mielőtt nekiállunk főzni, mutatom nektek a kettő darab húst. Az egyik a marha, a másik pedig a kenguru hús. Szerinted melyik hús, melyik hús? Én tudom, hogy ez a kenguru hús. Ez a kenguru hús? Ez a marha. A Lucas jól tudta, ez a kenguru hús, látod? Ez pedig a marha hús. Mutatom neked ez a kenguru hús, látod? Így néz ki. Ez végül is pirosabb, mint egy marha hús. Tehát, hogyha nézel a rendes marha húst, ez jóval pirosabb, és az illata, én nem tudom, szerintem hasonló a marha hús. Szagol meg egy kicsit. Nem jó? Ja. Lehet venni rendes ilyen kenguru húst is, tehát hogyha meg szeretnél főzni valami másnak, meg lehet kapni ilyen burger kenguru húst, ugye, hogyha hamburgerba kenguru burgert ugye szeretnél készíteni. A kenguru hús az drágábba kerül, mint mondjuk a marha hús. És lehet kapni, de nem nagyon jellemző, hogy az ausztrálok bemennek és kenguru burgert fognak vacsorázni mondjuk hétvégén, ugye? Nem nagyon jellemző, lehet kapni, de nincsen, tehát hogyha bemész, több marha húst fogsz találni, például ilyen marha hamburger húst, vagy akármilyen marha húst, vagy disznó húst. Ja, nem úgy mondom, hogy több ilyen olyan marha húst fogsz találni a polcokon, mint például kenguru húst. Tehát nincs nagyon elterjedve, hogy az emberek megeszik ezt a szép kengurut. Tehát én nem tudom, én egyszer megpróbáltam, te megpróbáltad már egyszer? Nem, a Lucas az nem próbált meg egyszer, legalábbis nem emlékszem, hogy megpróbáltad. De most meg fogjuk próbálni, még lehet, hogy a Davis is meg fogja próbálni. A feleségem azt mondta, ő nem eszi meg, mert olyan szép nyuszi ez a kenguru, nyuszi. Olyan szép. De akkor megen, azt mondta, még meg lehet tenni, mert szép. Ez nem cica vagy kutya. Na, megjött közben a Davis is, azt mondja, hogy mikor eszünk már! Úgyhogy nem húzzuk tovább az időt, nekiállunk most sütni, főzni! Na mi a helyzet? Kezdesz éhes lenni, mi? Jaj, te! Na gyere ide! Davis kezd éhes lenni, a felesége már gyújt alá itt ennek a sütőnek. Itt fogunk főzni, fogunk egy ilyenbe, meg egy olyanba. Tehát a kettőt nem akarjuk összekeverni, hogy nehogy a véletlen az íze
ugye összekeveredjen. Aztán még sül ez a hús, addig én hozom a ketchupot, hozom a mustárt, hozom a zuborkát, hozom a zsemlét, hozom a, még mit hozunk? Paradicsomot, nem? Úgyhogy, mit nézel? Régus nagyon nézi, hogy mi az ott? Itt van a kenguru, látod? A feleségem felrakta. És azt mondja amúgy a feleségem, hogy az illata, ő nagyon nem szereti, azt mondja, hogy olyan nem jó az illata neki, ezért ő egyáltalán nem akarja megpróbálni, múltkor sem próbálta meg. Na, közben hoztam a 3 tányérat ide, meg előhoztam a zsemlét. Látod, ilyenféle fajta zsemlét vettünk, nálunk így lehet kapni, hogy a zsemlét van benne, 2-4-6 darab zsemle, és ez nem az a rendes hamburger zsemle, ez csak a rendes zsemle, úgyhogy ebből most fel fogok vágni egy pár darabot. Ennek a tetején amúgy nincsen látod semmiféle mag, ahogy hallod ott a háttérben már kezd pesegni, vagy hallod, hogy ott kezd fölni a hamburger, meg a kenguru burger, mármint a hús. Én ezeket addig gyorsan felvágom. Lukasz, meg addig hozzá ketchupot, meg mustárt, meg uborkát, meg paradicsomot, meg... Nem az... Ben a hűtőben! Hol lenne a ketchup, meg a mustár, nem más, mint a hűtőben, de elfelejthetünk benni salátát! Mindegy, saláta nélkül fogjuk ma megenni. Első, látod, így néz ki a zsemle belseje, bár ugyanúgy néz ki, mint szerintem nálatok is. Az elsőt felvágtuk, vágom a következőt, és ahogy mondtam, ennek nincsen maga a tetején. Én szeretem a magosat, szeretem a nem magosat. Mit mondasz, benne van a ütőbe? A mustár, milyen mustár kérdik? Hát csak egy mustár van, nem tudom, milyen a mustár, milyen pirul, olyan sárga, hova mentél? Sárga a mustár. Várjál, felvágtam a másodikat is, felvágja a harmadikat is. A Davis én azt hiszem, hogy csak simán fogja megkóstolni a kengurúst. Ugyanis ugye zsemlébe nem tud belerakni, mert túl nagy neki. Na, oda néztél, meghoztaluk ezt a mustárt. Ez az amerikai mustár, látod, mi ilyen mustárt teszünk. Aztán ezen kívül van ez a ketchup, ez a tomátó szósz. Mivel be akarom betenni? Nem, hát először berakjuk a húst, és a húsra tesszük rá a szósz. Most még nem más kell, mint paradicsom, uborka, saláta. Saláta, nincsen saláta, de na minden. Lukasz közben meghozta a paradicsomot, látod, ilyen kis piszkis paradicsom, hogy ezt a kis paradicsomot fogom felszállni ilyen kis vékony karikákra. Ezen kívül fogunk belerakni nem más, mint uborkát. Mire vigyázzak az ujjaimra? Ja. Vigyázzak az ujjaimra. Te ujjadra is, én fogom vágni. Itt van közben a Davis is. Ő próbál itten, azt mondja, hogy adjál nekem is belőle, majd mindjárt nem sokára várjál. Mert amint megsül a hús, ne húzzál le, te nyuszi. Amint megsül a hús, nekiállunk enni, rendben van? Most felvágom én a paradicsomot, meg a zuborkát. Ja, mindjárt kapsz belőle. Oda nézi, hogy látom, hogy ilyen szép karikákra elvágtam a paradicsomot, az uborkát, ja. Aztán mindjárt nekiállunk enni. Aztán megsült közben a kenguruhús, képzeld el, a feleségem mindjárt hozza, és tudod, ki nem bírja még a kenguruhúst? A füstriasztó! Ugye, és képzeld el, itt a plafonon látod, ott van fönt a füstriasztó, és az előbb beindult, hogy elkezdett sikítani, hogy de büros van, vagy én nem tudom mi van. Bár nem volt füst, nem volt semmi, de nagyon érzékenyek ezek a füstriasztók. Az a szerencse, képzeld el, hogy ha beindul a füstriasztó, és egy ide után aztán egy perc vagy kettő, vagy nem tudom, hogyan működik pontosan, hogyha nem kapcsolod le, vagy nem kapcsolódik le magától, akkor jönnek a tűzoltók automatán, és megnézik, hogy hátra még a lakásod, vagy nem még a lakásod. Ezért egy gyorsan felugrottam, nem más, mint erre a székre. Oda vittem a füstriasztó alá, és gyorsan morajtegon benyomtam, és azzal le tudod állítani. Tehát, hogyha mégsem még a házad, vagy a lakásod, akkor ja, ott fönt, ott, ja, az szólt. Meg tudod állítani, különben, ha kijön a tűzoltó, akkor azt mondom, hogy $2500 kerül, hogy megnézzel, hogy ég a ház, vagy nem ég a ház, vagy a lakás, vagy... Nem mindegy, de szerencsére a tűzoltók nem jöttek ki, és remélem, hogy eddig még nem jöttek ki. Már ilyen gyorsan lehet, hogy nem jöttek volna ki. Remélem, hogy nem is fognak. Na mindegy, nem az a lényeg, hogy elkészült a kenguru! Úgyhogy megcsináljuk ezt a burgert. Nem az szólalt meg, a másik szólalt meg, nem az. Itt van több darab, de mindegy. Elkészült a kenguru, úgyhogy megcsinálom a burgert, aztán nekiállunk vacsorázni. Igen, az szólalt meg, ott a plafonon, igen, hol van, ott. Igen, megszólalt, így csinál, hogy nyik-nyik! Na, elkészült a kenguru burger, elkészült a hamburger, mutatom, hogy hogy néz ki. A kenguru burger, mutatom, hogy hogy sikerült. Várj, kiveszem a hús belőle. Ez lett a kenguruból. Látod, ilyen szépen meg van sülve, és ezt bele fogjuk rakni most a zsemlébe, ami itt a zsemle, csak rendes lehet, hogy nem látjátok. Nem rakunk rá semmilyenféle fajta dolgot, csak rárakunk, simán kóstoljuk, ezt megkóstoljuk simán. Először így kóstoljuk meg szerintem, rendben van? Várjál! A Davis is azt mondja, hogy én is akarok, mindjárt kapsz kengurut. Mutatom, ez amúgy a marha, látod? Így néz ki. Együk először simán, hogy tudjuk hasonlítani, jó? Egy harapás. Na mi? Oké. Szerintem nem rossz.
De kangaroo. Ja, kanguru, de tudod, hogy ez milyen? Olyan száraz egy kicsit neki a húsa. Ja! Ja. Várjál. Az minden, mit én kapok. Száraz és kicsit sós. Sós, ja, ugye? Ja, sós. Tettél sóra? Nem, ez nem volt a sóma. Nem raktunk rá semmit se. Tehát amíg kivettük a dobozból, beraktuk és megsütöttük. Egy kicsit sós, ja? Nem is kicsit, eléggé sós és száraz. És egy kicsit rágós. Tehát hasonló, mint... ugye, ez. Na várjál. Ebből is akarsz egyet harapni? Ne, ezzel lehet érezni, hogy ez marha. Tehát aki tudja, mindenki tudja, milyen a marhának az íze, ez marha. A kenguru, az kenguru. Tehát, na minden. Próbáljuk meg szósszal, és tudod, hogy próbáljuk meg? Várjál, zsíros keze, megtöröm. Hogy mégis szósszal meg lehet tenni, vagy nem lehet megenni. És simán ugye nem eszel több hús, mert... Na várjál! Na, megmostam a kezemet, mert kicsit olyas volt, úgyhogy rakunk rá, apá, bevertem a könyökemet, még a végén vendég jön. Azt szokták mondani, hogy bevered a könyöket, egy jön a vendég, nem? Rakunk rá egy kis, apá, tomátószósz. Aztán rakunk rá egy kicsike kis mustát. Látod, itt a tomátószósz. Apá, vagyis ketchup, nálunk paradicsomszósznak hívják amúgy, vagy ketchupnak. Rakunk rá egy kis mustit. Összerakjuk. És egy jó nagyot beleharapunk, figyeljél. Na milyen? Én csak most tettem kenyér. Én szerintem nem mondod meg, hogyha eszel egy ilyen hamburgert, és ez kenguru burger, és nem tudod, hogy kenguru van benne, hanem marha, opá. Tehát ha nem tudod, hogy kenguru van benne, hanem marha, vagy nem marha van benne, hanem kenguru, azt mondom, szerintem nagyon nem mondod meg. Egy kicsit olyan furcsa mondjuk. Ha van benne uvorka, meg van benne paradicsom, meg saláta, szerintem nagyon nehéz megmondani. Legalábbis én azt mondom. De nem tudom, nem olyan rossz. Tehát szerintem finom, meg lehet enni. Ami nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, vagy nem, de egyszer az öcsémet átvertük, hogy csináltam ilyen kenguru burgert, ott volt az öcsémnek a volt barátnője, ott voltak a szüleim, anyukám se tudta, senki nem tudta, hogy mit sütünk. Emlékszel rá? Ja, én mondtam nem. A Lucas-nál akkor nem akarta megpróbálni. De most megpróbálta szerencsére. Mindjárt megpróbálja a Davis is, már eszi az okniát. És nem tudták megmondani. Ugye, hogy nem tudták megmondani, hogy mit tesznek? Azt hitték, hogy rendes ilyen marha hamburgert esznek, és nem tudták megmondani. Tehát azt mondom, hogy ha van benne paradicsom, saláta, minden, egyszerűen nem mondom meg. Tehát nem olyan rossz az íze, szerintem csak az, hogy benne van a fejedben, ugye, hogy kenguru, és a kenguru olyan szép kis nyuszi, hosszú fülű szőrös, nem akarjuk megenni. De hidd el nekem, nem rossz az íze, nem rossz az íze. De várjál! Ha akarok betenni mindent? De mindent beteszek, csak várjál, azt mondjam, hogy a Davis is meg akarja próbálni. Na, megjött a Davis is, már matat is, itt van, törtem neki ilyen kis pici kis, látod, ilyen kenguru húsit. Úgyhogy meg akarod próbálni? Szagolni vagy próbálni? Mondd, na milyen? Mi? Nem ízlik? Hát nem ízlik neki! Kidobtam! Itt van! Kérdezd, hogy másik harapás! Nem ízlik neki! Kivette a szájából, nem tudom, hogy láttad-e, és így eldobta! Én akarom kívánni! Mi a baj vele? Kérdezd, várjál, adunk neki egy másik darabot! Itt van! Akarod? Nem? Na! Akkor a Davisnek nem ízlik a kenguru, én azt mondom, hogy nem olyan rossz, te mit mondasz? Elmegy, szerintem elmegy. Nem mondanám meg, hogyha benn van a burgerben, hogy mi van benne. Csak mondtam, a fejedben van benne. Bár a Davisnek nem is lehet, hogy azért meg kicsikét sós, meg száraz, bár nem tudom, hogy van? Mégis megeszed? Úgyhogy most nem más fogunk csinálni, megesszük a hamburgerünket, meg a kenguru burgerunkat is. Te is megeszed a kenguru burgerodat? Nem. Na ide, én megeszem a kenguru burgert, megeszem a hamburgert, mindenféle burgert én megeszek. Úgyhogy mára ennyit, remélem, hogy tetszett ez a mai videó. Ja, dobolunk is egyet közben. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézzétek ezt a videót, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Szia!